Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utcafórum. Fusz György beszélgetett a szexárdiakkal. Ápolók nemzetközi napja. A Tolna vármegyei Balassa János kórház dolgozóit jutalmazták. Top plusz forrás. Felújítják a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolát. Jogi változások. Részletes tájékoztatót tartottak a civil szervezeteknek Szexárdon. Az egyetemi tanár, Ferenczi Díjas keramikus és szobrászművész Fusz György a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje Szexárdon a 8-as számú választókerületben. Szerinte hosszú távú tervekkel, közös irányjal, jó kommunikációval tehet a legtöbbet a városért, hogy az méltó helyére kerüljön. A polgári értékrendjéről közismert lokálpatrióta gondolkodású jelölttel utcai fórumon ismerkedhettek az ott élők. Nekem ez az első fórum volt, és nagyon örültem, hogy sokan kijöttek, és nagyon-nagyon érdekes problémákat vetettek föl, amelyek lehet, hogy apróságok, és ezek az apróságok azért esetleg meghatározzák a saját környezetük életét, és közben egészen nagy dolgokról is, mármint a város érintő nagy dolgok is szóba jöttek. Hogy ezek mennyire kapcsolódnak és mennyire találnak az én elképzeléseimmel, kicsiben mondjuk a környezetemben, ami mondjuk a 8-as választókörzet, vagy pedig az egész városban, ez szerintem teljesen klappol. A 8-as számú egyéni körzetben indította a kormánypárt, ahol jelenleg 2415-en élnek. Ez úgy tűnik egy nagyon sikeres körzet, mert itt van a legtöbb induló, 6 induló. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy esetleg milyen problémákkal jönnek ők, vagy milyen tervekkel. Én szerintem ezek egybeérnek, tehát nagy valószínűséggel, hogy azok a kis apró problémák, amelyeket mindenki láthat, vagy lát, vagy nem lát, azok az egészen nagy problémáig szerintem azért találkoznak. Csak hát ezt az úgynevezett ellenségeskedést kellene egy kicsikét levetkőzni, és azt mondani, hogy hát biztos egy irányba húzunk, ha mindenkinek az a célja, hogy ebben a város tényleg egy élhetőbb város legyen, akkor szerintem itt találkozhatnak a dolgok. Szerintem biztos egy jó kommunikáció, vagy nem egy olyan, ami eleve feltételez valami mást az emberekről, az ellenfélről, ha így vesszük, szerintem azzal segíthetünk. Dr. Fusz György több évtizedes vezetői tapasztalata is erősíteni tudná a közös munkát Szexárdért. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház a május 12-i Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából ünnepi díjátadót rendezett, ahol kitüntették a legjobb dolgozókat. Az esemény több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza. A modern ápolási tevékenység megalapítója Florence Nightingale tiszteletére az Ápolók Nemzetközi Tanácsa 1974-ben választotta május 12-ét az Ápolók Nemzetközi Világnapjának. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház a díjátadón túl az idei évben egy ünnepségsorozatot rendezett, hiszen ahogy papné Kozma Krisztina fogalmazott, a magyar ápolóknak nem csak Florence Nightingale, hanem Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségének megőrzése is fontos. Ebben az évben Kossuth Zsuzsannára is emlékeztünk a kórházban, a nyugdíjas kollégáinktól köszöntünk el, akik nagyon hosszú időn keresztül dolgoztak az intézményünkben. A mai napon pedig Florence Nightingale a Nemzetközi Ápolók Napjához kapcsolódó emlékének megőrzését tűztük ki célul, és ezen a napon a kórházunkban kiválóan teljesítő munkatársakat ismertük el. Az ápolási igazgató szerint a társadalmi megbecsültsége az ápolásnak nem elégséges. Kis Zoltán, a kórház főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy nincsen gyógyulás ápolás nélkül, és nincsen ápolás ápolók nélkül. Nem véletlenül ünnepeljük őket, minden ember előbb-utóbb beteg lesz, és rászorul arra, hogy mások segítsék az életét. Amíg erre nem szólunk rá, nem is tudjuk, ez mennyire fontos tud lenni, de akik itt vagyunk és itt dolgozunk, ugye itt volt egy munkatárs, aki 40 év munkaviszony után kapott most főigazgató dicséretet, ők pontosan tudják, hogy ez mennyire fontos. Én azért vagyok rájuk nagyon büszke, mert ők a saját érdekeiket mindig háttérbe szorítják az éppen aktuális beteg vagy hozzátartozójának az érdekei mögé, és olyan emocionális plusz tudnak biztosítani, ami segíti a gyógyulást. Az eseményen számos díjigazdára talált, mint például az év szakdolgozója kitüntetés. Vas Melinda, a tüdőgyógyászati osztály megbízott osztályvezető ápolója meghatódottan nyilatkozott.
Köszönöm, igazából ez a díj nem csak az enyém. Én azt gondolom, hogy ez a múlt meg a jelen tüdőosztályos szakdolgozóké. A múlt az azért, mert nagyon sok tudást, sok emberséget kaptunk tőlük. Főfainé Kövesi Ildikó munkáját Asztalos Györgyné oktatásért és utánpótlás nevelésért díjjal értékelték. Asztalos Györgyné Marikát én személyesen ismertem. Mi 1983-ban már egy munkáján dolgoztunk, amikor akkor az egyes belgyógyászaton a kardiológián elkezdtem dolgozni, ő akkor már ott EKG asszisztensként dolgozott. A Magyar Ápolási Egyesület idén ünnepli 35. születésnapját. Ez alkalomból is a kórház kezdeményezése mellé álltunk, és segítettünk az ápolók nemzetközi napjának megszervezésében. Három kitüntetettel van a Tolna megyei területi szervezetnek, akiknek ezúton is gratulálunk. Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy az Ápolási Egyesület életében részt vehetnek az aktív munkában. A díjátadó is megfelelő alkalom volt arra, hogy felhívja a figyelmet az ápolók hiánypótló munkájára. Hamis böngésző frissítések által terjed a Brockwell, az új Android malware program. Hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A Brockwell elnevezésű rosszindulatú Android program hamis böngésző frissítéseket ajánl fel letöltésre. Ez egy olyan szoftver, amely adatlopási és távvezérlési képességekkel is rendelkezik a kártevőbe épített módon. A rendszer új parancsokat ad hozzá az érintési események, a képernyőn megjelenő szöveges információk és az áldozat által elindított alkalmazások rögzítésére. Megújult a Sturcnak nevezett helység Nagymányokon. Bartucz Máté, a Völcségi település polgármestere Facebook oldalán azt írta, az elmúlt fél évben titokban rengeteget dolgoztak azon, hogy ezt az elfeledett helyet szebbé tegyék. A dőlevező kiülő és a teljesen szétrohadt padokat mind felújították, a feljárót kipucolták, a talajt fellazították, majd boronálták. Az elmúlt hetekben az utolsó simításokat is elvégezték. Tolna város napját idén május 24-én és 25-én rendezik meg a Tolnai Hősök terén. Az első nap érkezik Csordás Tibor, aki a Fiesta zenekar tagjaként lehet ismerős a legtöbb ember számára. 25-én szombaton a nap 10 órakor ünnepi testületi üléssel kezdődik a Lovardában, amit délután Tolna a sok nemzetiségű város elnevezésű program követ. Este aztán sztárvendégként érkezik Radics Gigi, a Megasztár 6. szériájának győztese. Ezt követően pedig Kovács Aliz, a The Voice tehetségkutató verseny döntőse és az Electric Soul szórakoztatja a megjelenteket. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolában Top Plus pályázatnak köszönhetően korszerűsítik az intézmény udvarát. A gyerekek modern játékokat kapnak. A sportpálya is teljes egészében megújul. Steiner Krisztián, az intézmény vezetője elmondta, a Tamási Tankerületi Központ és az iskola dolgozóival együttműködve nyújtották be a Top Pluszos pályázatot. Ennek eredményeképp 180 millió forint támogatást kaptak. Megújul az egész iskolaudvar, sportudvar, ami annál is inkább jó, mert intézményünkben hagyományosan emelszintű testnevelés folyik, így még jobbak lesznek a feltételek. Ez gyakorlatilag rekordtán futópályát eredményez, megújul teljes egészében a kosárlabdapálya, egy új röplabdapálya kerül kialakításra, a távolugró gödör sokkal modernebbé és újjá válik. Ezen kívül a játszótéri elemek is bővülnek, gyarapodnak. Interaktív, a 21. századnak megfelelő játszótéri játékokat helyeznek ki. Ezen felül az udvar világítását is korszerűsítik. A gyermekek biztonságáért térfigyelő kamerákat szereznek majd be. Hát természetesen az ilyenkor szokásos közbeszerzési eljárásokat le kell folytatni. Egészen pontos dátumot nem lehet mondani. Nagy valószínűséggel augusztus végén, szeptember hónapban kezdődnek el a munkálatok, és úgy gondolom, hogy néhány hónap elteltével a tanév második felére már biztos, hogy mindenki számára használható lesz, és az egy óriási előrelépés lesz mindenkinek. Nagyon fontos, hogy végig úgy gondolkodott a város, illetve a tankerület, hogy az iskolát használók véleményét folyamatosan kikérte.
a pedagógusok javaslatokat tettek, hogy mit szeretnének, milyen elemekkel bővüljenek a sportudvarnak az elemei, és azt gondolom, hogy maximálisan beépítésre kerültek ezek a javaslatok. Rekordtán burkolattal építik ki a futópályát, illetve a távolugráshoz szükséges területet. Az iskola két sportpályával rendelkezik, amelyek a strapabíró, vízelvezető, rugalmas és esztétikus öntött gumiburkolatot fogják megkapni. A Magyar Ásványolaj Szövetség belföldi és a környező országok üzemanyag árait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös motorbenzin pénteki 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlagára. A szervezet honlapján elérhető legfrissebb adatok szerint Magyarországon a benzin ára egy hét alatt 14 forinttal, a dízelé 10 forinttal csökkent, míg a környező országokban 8 forintnak megfelelő csökkenést mutatott mindkettő. Az új közlekedési szabályrendszer fokozottabb védelmet nyújt majd a közlekedés legvédtelenebb szereplői, így a gyalogosok és a kerékpárosok számára, valamint élhető, használható kereteket ad a közlekedés civil résztvevői és versenyképességet növelő feltételeket biztosít a közlekedés hivatásos résztvevői számára. Mondta el Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. A minisztérium megkezdte a közlekedési szabályrendszer átfogó megújítását, amelynek keretében egy új KRESZ is születőben van. Újabb egy évvel meghosszabbította Böde Dániel szerződését a Paksi FC labdarúgó csapata. A madocsai messzikén becézett 25-szörös magyar válogatott játékos így 12. szezonját kezdi majd meg a Tolna vármegyei csapattal. Böde Dániel NB1-es meccs számlálója 471-nél jár, amivel 6. helyen áll az örökranglistán. A Tolna vármegyei civil közösségi szolgáltató központ minden évben több olyan alkalmat is szervez, amikor a vármegyei civil szervezetek vezetői aktuális változásokról kaphatnak információkat, melyek nagyban segítik munkájukat. Ezúttal a jogi változásokról esett szó. A szolgáltató központ igyekszik minden alkalommal olyan témát választani és olyan előadókat meghívni, akiknek meglátása és tudása sokat segíthetnek a civil szervezetek működésén. A központ pénzügyi, adománygyűjtési témakörökben tart szakmai fórumokat, tájékoztatókat, jelen esetben a civil szervezeteket érintő jogi változások voltak a fókuszban. A civil szervezeteket érintő jogszabályi változásokról, önmagával jogszabályi környezetről, illetve erről a folyamatos változásokról. Ezt évről évre, sőt évente két alkalommal tartjuk meg, hiszen ugye a környezet az állandóan változik, és ugyanúgy egy civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak is napra készt kell lenni, ezeknek a jogszabályi követelményeknek folyamatosan meg kell felelni. A mostani alkalommal a változás bejegyzési eljárásokról tartott előadás dr. Fekete Szilvia Anna és dr. Kis Anna Mária törvényszéki bírósági titkárok. Ráadásul a megjelentek első kézből kaphatták meg a fontos információkat, hiszen az előadók saját tapasztalataikat is beleszűtték a prezentációba. Elsősorban arról lesz szó, hogy az egyesületeknek, illetve az alapítványoknak mely esetben kell egyáltalán változásbejegyzési kérelmet benyújtani a nyilvántartást vezető bírósághoz, azt milyen módon tehetik meg, milyen nyomtatványt kell ehhez használni, valamint, hogy ezeket a nyomtatványokat hogy kell megfelelően helyesen kitölteni. A Tolna megyei Szabadművelődési és Népfőiskola Társaság rendre képviselteti magát ezeken a tájékoztatókon, várják és érdeklődnek irántuk. Ez az alkalom jobbkor nem is következhetett volna. Éppen múlt héten volt a tisztújító közgyűlésünk, és most éppen ez nekünk nagyon aktuális, mert módosítanunk kell az alapszabályt. A folyamatosan változó világban, legyen szó pénzügyekről vagy jogszabályokról, nagy segítséget nyújthatnak az ilyen szakmai előadások, és mint Berta Zoltán, a központ elnöke kifejtette, a civil szervezetek szerencsére élnek is a teremtett lehetőséggel. Regionális híreink következnek. Indul a cementgyári pályázat. A környező települések civiljeit támogatják. 20 év az Európai Unióban, kihívások és perspektívák. Kerekasztal beszélgetést tartottak a Pécsi MCC-ben. Különleges előadás. Bősze Ádám stand-upja Kaposváron. Közösség, innováció, fejlesztés.
Elindult a Holcim közösségi értékprogram újabb pályázati ciklusa, amelyre a Király Egyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya környékén található települések civil szervezetei pályázhatnak. Olyan több területet érintő programokkal, fejlesztésekkel lehet jelentkezni, amelyek a helyi közösségek igényeire alapulnak, valamint a településen élők összetartozását, együttműködését erősítik. A Holcim Magyarország Kft. Már 12. alkalommal hirdeti meg közösségi értékprogram pályázatát, melynek célja a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya melletti települések helyi lakossági együttműködését előmozdító, hosszú távon fenntartható projektjeinek ösztönzése és támogatása. 2018-ban életre hívtuk a közösségi értékprogramunkat, és most már büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 11 pályázati ciklus során összesen több mint 45 millió forint értékben járulhattunk hozzá 140 projekt megvalósulásához a helyi 18 településen. És most tavasszal elérkezett a következő pályázati időszakunknak az ideje, ismét meghirdettük a közösségi értékprogramunkat, amelyre ezúttal a helyi civil szervezetek május 24-ig tudnak pályázni. A pályázók több témában küldhetik el elképzeléseiket, hogy szerintük milyen programokat, fejlesztéseket érdemes megvalósítani. Ezek támogatásáról a cégnél döntenek majd. A helyi civil szervezetek különböző oktatás, képességfejlesztés, környezetvédelemhez, a közösségi élet előmozdításához kapcsolódó programokkal, infrastruktúrális fejlesztésekkel tudnak pályázni. Egy projekt által elnyerhető maximális támogatási összeg pedig ezúttal is 750 ezer forint lesz. A pályázatok közül, beérkezett pályázatok közül pedig a társadalmi tanácsunk fogja kiválasztani azokat a projekteket, amelyek majd július 1 és december 15 között megvalósulhatnak az idei évben, és mintegy 5 millió forint keretösszeget szeretnénk ezúttal is kiosztani a pályázók között. A pályázatra olyan civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, szövetségek, KKV-k és szociális szövetkezetek, valamint non-profit KKV-k jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, nem folytatnak politikai tevékenységet, és amelyek bejegyzett székhelye és az általuk tervezett projekt megvalósítási helyszíne is a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzás körzetében található 31 településen van. A pontos településlista, illetve a pályázatról további információk megtalálhatók a Holcim Magyarország Kft. Weboldalán. Idén júniusban európai parlamenti választásokat tartanak, amelyen a tagországok polgárai közvetlenül is kifejezhetik véleményüket az európai vezetésről. A Magyar Pán-Európa Unió Egyesület, Pécs Baranyai Szervezet és a Pécsi MCC által közösen megrendezett eseményen az EU-s csatlakozás különböző nézőpontjait vizsgálták a múlt és a várható események tükrében. 20 éve polgárai vagyunk az Európai Uniónak. Ennek a két évtizednek sok pozitív hozadékát megtapasztalhattuk, azonban az európai egység helyébe viták és sokszor bürokratikus széthúzások léptek. Az EU számos krízissel találta szembe magát. Euróválság, migráció, Covid és az utóbbi időben a háború. A Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseleténél megrendezett kerekasztal beszélgetés egyik vendége, Abba Béla, a Magyar Pán-Európa Unió Egyesület elnöke azt mondta, az unió tagja kell, hogy maradjunk, ez a legfontosabb. A mi meglátásunk szerint azok az országoknak sikerült hamarébb kilábalni ezekből, és megoldást találni, például a Covid, meg a többi témában is, ahol a kormányok gyorsan tudtak cselekedni, és ennek a nemzeti hatáskörben való döntésnek a lehetősége szerintem életfontosságú. Egy krízis esetén. Napjainkban sokat foglalkoztat az uniós tagság, nem csak most a 20 éves jubileum kapcsán, fogalmazott dr. Grünwald Anna alelnök. Deggendorfban voltunk egy pécsi négyfős páneurópai delegációval, a Német Páneurópának az éves konferenciáján, ahol Habsburg Otto is részt vett, aki tulajdonképpen Magyarországon létrehozta ezt a szervezetet 1990-ben. És az ő társaságában ünnepelhettük pesgős kocintással az uniós csatlakozást.
azóta valóban eltelt 20 esztendő, és nagyon-nagyon sok minden történt. Biztos vagyok benne, hogy sok kérdésre fognak a beszélgető társak választ adni, de én azt gondolom, hogy mindenre nem fognak tudni, mert erre egy óra nem elegendő. De én azt gondolom, hogy akkor, amikor ünnepeltünk, most is ünnepelhetünk. A 20 éves időtartam milyen jellegzetességekkel rendelkezik? Hogyan változtatta meg hétköznapjainkat? Változtatta meg személyek, intézmények működését, és mi várható a jövőben? Ezeket a témaköröket beszélték meg a meghívott szakemberek többek között az MCC Társadalom és Történelemtudományi Iskola politikatudományi műhelyének kutatótanára Hajdú András is. Ezek az utóbbi időszakban azt tapasztaljuk, hogy erősödtek, koncentrálódtak, ami fakad abból is, hogy magának az Európai Uniónak a működése, az Európai Uniót működtető intézményrendszernek a logikája, az változik, átalakult sok tekintetben, és természetesen ez a tagállamok részéről különböző reakciókat váltott ki az utóbbi időszakban. A 20 év az Európai Unióban kihívások és perspektívák című beszélgetős esten a közönség köréből hozzászólások, kérdések is elhangzottak. Az eseménynek a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviselete adott otthont. Különleges előadással lépett a közönség elé Bősze Ádám, magyar zenetörténész, műsorvezető. A kaposvári publikum ezúttal egy stand-upot látott a Dorottya Hotelben. Az előadó többek között Beethoven, Wagner és Mozart szerelmi életéről mesélt a decemberben bemutatott Nagy zenészek, nagy szerelmek című könyve alapján. Az eddig megszokott zenés, vetítős műsor helyett egy stand-uppal lepte meg a közönséget Bősze Ádám. Egy stand-up az a mai változata, vagy a mai fogalom, stand-up fogalom, az az, hogy elmegyek valahova, ahol valaki hosszan fog beszélni, és reményeim szerint ez alatt, a hosszú beszéd alatt elég sokszor fogok nevetni. És ez a mostanira is nagyon remélem, hogy jellemző lesz, bár nem az se baj, hogyha szánalomból nevetnek, tehát teljesen mindegy, de úgy igyekeztem összerakni ezt a közel másfél órás estet, hogy nem lesz benne zene, nem lesz benne vetítés, csak duma lesz, azzal a céllal, hogy a könyvben szereplő 10 zeneszerző szerelmi életéből, az ehhez kapcsolódó sztorikból a viccesebbeket szeretném elmondani. Nyilván nem azt jelent, nem arról van szó, hogy Mozarton fogunk röhögni, hanem mondok saját sztorikat is hozzá, de azért itt nagyon gáz, hogyha nem nevetnek az emberek. Bősze Ádám már számtalan alkalommal lépett közönség elé, műsorvezetőként, szerzőként, íróként és a Kaposfest házigazdájaként is. Most az elsődleges célja a közönség megnevettetése volt. A másfél órás előadást a decemberben bemutatott Nagy zenészek, nagy szerelmek című könyve alapján állította össze. A színház is, de a komoly zenei világ aztán végképp nagyon merev és nagyon szertartásos. És a könyvnek is ez volt a cél, hogy egy kicsit ezt a tömjénfüstöt, amit belengi a koncerttermet, mint a templomot, ezt egy kicsit így elfújjuk. Na most ez a stand-up az még inkább erről szól. Szóval, hogy nem szeretne, ez nem ilyen istenkáromlás dolog, tehát nem akarom Mozartot meg Beethovent rossz színben föltüntetni, egészen egyszerűen egy kicsit arra próbálom az embereket rávenni, hogy egy hátradőlve, nem lelkiismeret furdalással is lehet stand-upot hallgatni, és ez nagyon fontos, mert azért valljuk be őszintén, van egy-két stand-up Magyarországon, ami mondjuk hát 99%-ban az anyagcsere fajfenntartás tengelyén mozog fel alá, és akkor ebből próbál viccet csinálni. Az előadó többek között Beethoven, Wagner és Mozart szerelmi életéről is mesélt a könyv alapján. A célja pedig az volt, hogy egy önfelettebb, a hallgatóság számára kevésbé ismert oldalát mutassa be a világhírű zeneszerzőknek. Tulajdonképpen ez az egyik fő indoka, fő oka annak, hogy én elhagytam a Bartók rádiót, hogy nem láttam közönséget. Ugye az, aki tévének dolgozik, az, aki rádiónak dolgozik, végtelenül magányos, mert belebeszél egy optikába, belebeszél egy mikrofonszivacsba, és nem látja, nem érzi a közönségnek a reakcióját. Nekem pedig elemi szükségem van arra, hogy a közönség reagáljon. Tök mindegy, tehát hogyha negatívan reagál, az is százszor jobb, mint hogyha nem reagálna. Most én nem tudom, hogy mi lesz ma este, de ide a rozsdásbökőt, hogy a kaposvári közönség az kitesz magáért. Hát ez a tulajdonképpen a pécsi mellett, ez az a publikum, meg a szegedi mellett, akikkel a legtöbbet találkoztam eddig. Egy csomó embert névről ismerek,
Facebookon, néha telefonon kommunikálunk. Tehát ha itt nem mernek beleszólni, vagy egyszerűen reagálni, vagy nem reagálni, nekem az is jó, hogyha nem reagálnak, akkor sehol. Bősze Ádámmal a tervek szerint legközelebb az augusztusi Kaposfesten találkozhat majd a nagy érdemű. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Utcafórum. Fusz György beszélgetett a szexárdiakkal. Ápolók nemzetközi napja. A Tolna vármegyei Balassa János kórház dolgozóit jutalmazták. Top plusz forrás. Felújítják a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolát. Jogi változások. Részletes tájékoztatót tartottak a civil szervezeteknek Szexárdon. Szombaton dél előtt napos, délután felhősebbre forduló idő várható. A felhőzetből elszórtan, összességében kevés helyet érintően lokális záporok is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű tartós eső nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékeltnek ígérkezik. Vasárnap változóan napos, komoly felhős, nyárias idő várható. Délután továbbra is szórványosan, de az előző napokhoz képest gyakrabban, nagyobb eséllyel az országban bárhol előfordulhat záporeső. Hétfőn a nyugati, délnyugati országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, másút csapadékmentes, nagyrészt napos idő lehet a jellemző. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!